ami nagyon idegen, az lehet, hogy pont az oroszhoz tartozik, de az angol nyilván ismerős. Ez volt az egyik feladat abban a játékos vetélkedőben, melynek keretében a mostani gimnáziumba érkezők megismerkedhettek az intézménnyel, a leendő tanárokkal és nem utolsó sorban egymással. A Szent István gimnáziumban hagyomány már, hogy mielőtt becsengetik az új évet, egy úgynevezett nulladik napot szerveznek egyfajta bemelegítésként az évre, hogy a szecskák nem mindjárt a mély vízbe ugorjanak, szokják egy kicsit a környezetet. Két új évfolyam kezdi meg tanulmányait az iskolában, és mint minden esztendőben, idén is újjávarázsolt osztálytelemmel várták a gólyákat. Új padokat és székeket vásároltunk, és néhány terembe, egy-két terembe pedig még új interaktív tábla is került. Úgy gondoljuk, hogy az új osztályok, a bejövő osztályok mégiscsak egy kicsit érzik azt, hogy itt most figyelnek rájuk, és valóban ez a cél, hogy tényleg jól érezzék magukat a gyerekek, egy kulturált, szép, esztetikus környezetben kezdhessék a tanévet, és egy pár éven belül, egy-két éven belül minden osztály megújul, és az új évfolyamok tényleg egy friss, szép teremben kezdhetik majd a tanévet. Ezen kívül természetesen az egész iskolában volt kis felújítás, festés. A Szent István gimnázium első két osztályában 68 kisdiák ül majd be a padokba a hivatalos évnyitót követően. Kettő osztályunk indul, egy 6 évfolyamos és egy 4 évfolyamos, 33, illetve 35 fővel indul a két osztály, úgyhogy éppen hogy elférnek az osztályokba, azért a 35-33 fő jelentős szám. De nem hiszem, hogy ez gondot okoz, hiszen csoportbontásban fogják tanulni az érettségi tárgyakat, illetve az informatikát is pluszban, az idegen nyelveket is. Úgyhogy együtt is lesznek azért néhány órán, de a magyar, matek, történelem tárgyakból csoportbontás lesz. De ez majd később lesz fontos számukra, majd még méregetik egymást, szokják a környezetet. Új iskola, új közeg. Egy más szint az általános iskola után, és hogy ez ne legyen annyira horrorisztikus, ezért ezt csináljuk. Kémlelik egymást, nézegetik egymást, minket is, tanárokat, de hogy a program második részére már feloldódnak, tehát már látszik, hogy jól érzik magukat. Az első rész bemutatkozás volt, én is, mint osztályfőnök bemutatkoztam, egy kollégát is vittem magammal, a biológia szakos tanár kollégánk jött be, Krocskó László is bemutatkozott, vittünk személyes tárgyat, ő a teniszlabdáival mutatkozott be, mert teniszező, aktívan versenyzett is korábban, én egy könyvet, ugye magyar szakos vagyok, és az életem az olvasás, meg az irodalom tanítás, és a gyerekek is komolyan vették ezt a házit, amit e-mailben kaptak, gitárt hoztak, nunchakut hoztak, karaté és mindenféle érdekes dolgokat hoztak, hogy mi a hobbiuk és mi az, ami a tanulás mellett még érdekli őket. A második részben pedig csináltunk egy kézlenyomatot, mindenki körülrajzolta a kezét, beleírta a nevét, ez kint fog lenni az osztályfalán 4 évig, beleírtunk különböző szavakat, játszottunk egy kicsit, és most a második részben pedig egy ilyen csapatjáték, ilyen versenyféle különböző állomások vannak, hogy megismerjék az iskola épületét, minden kolléga bemutatkozik, meg kell tanulni a nevüket, és mindenhol a szaktantárgynak megfelelő feladatokat kapnak. Itt a könyvtárban egy irodalmi rejtvény. Az a tapasztalat, mondja Nőtigné Koncéva, hogy egy-két hónap után nyoma sincs annak a megszeppenésnek, ami az első találkozáskor tapasztalható. Addigra már ezek a gyerekek is igazi tornai gimnazistának érzik majd magukat.